A hazaiak jól kezdték a meccset, szigorúan védekeztek és lendületesen támadtak, aminek köszönhetően az első negyedben 21-8-as vezetést szereztek. A folytatásban már nem tudta a riválisán való átgázolást folytatni Szőke Balázs edző legénysége, ám a társaságnak így is sikerült 14-13-ra megnyerni az összecsapás második szakaszát. A dombovári fiúk 35-21-es előnyével vonultak a kosarasok a nagyszünetre az öltözőbe. A pihenőt és a térfélcselét követően is az történt a pályán, amit a vendéglátók akartak. A Baranyai megyeszékhelyről érkezett fiatalok próbálták csökkenteni a hátrányukat, ám a DKKN-nél mindig akadt valaki, aki tovább tudta lendíteni a holtponton társait. A találkozó harmadik szakaszának végére 56-37-re nőtt a különbség az ellenfelek között. A zárófelvonásban az addig is brillírozó ötös Tóth Kristóf, Fetszer Maximilián, Hadnagy Bence, Kollár Zsombol és Pölöske Kornél húzta a házigazdák szekerét. De a kispadról beszálló cserék is tartani tudták az eredményt. A dombovári KKE alakulata 71-48-as vereséggel küldte haza Pécsre a Kosárlabda Nemzeti Akadémia együttesét. Nagyon küzdelmes mérkőzés volt, gratulálok mindkét csapatnak. Annak ellenére is azt mondom, hogy így, tehát a közönségnek is jó volt, hogy kevés kosár esett. Úgy látszik, mi erre 70 pontra vagyunk belőve, de viszont a védekezésünk az nagyon jó, az nagyon rendben van. Ugye ezt gyakoroljuk, ezt erőtetjük, ezt súlykoljuk minden edzésre, hogy jó védekezzünk. Egy-két hullámvűnyünk volt, kisebb hullámvűnyünk, hál' Isten nagy nem volt. És sikerült behúznunk ezt a mérkőzést, ugye ez volt az évben az utolsó, nagyon készültünk rá. Úgyhogy várjuk majd megújult erővel a januári mérkőzéseket.